Hűha, jó sűrű fátyol, hello! Ez Halloweenkor is jól jön majd, csajok. Sziasztok! Ma egy nagyon különleges napunk lesz Mollikával. Mollikából ugyanis koszorús lány lesz hamarosan egy pár hét múlva egy esküvőn, és erre készülünk természetesen minden erőnkkel. Keresünk majd természetesen ruhát, aztán próbálunk különféle hajviseleteket, Mollika valamilyen különleges hajfonatot szeretne, hát megpróbáljuk, hogy tudunk-e ilyesmit. Aztán még egy nagyon különleges dologra készülünk, van ugyanis egy nagyon kedves barátunk, aki körömdíszítő világbajnok. Tényleg, és képzeljétek el, hogy felajánlotta nekünk, hogy megcsinálja a körmünket, az enyémet is, és Mollikáét is, valami különleges mintát készít nekünk, ami illik az esküvőhöz. Na akkor induljunk is el, tartsatok velünk, és akkor ti is meglátjátok, hogy hogyan néz ki ez a technika, ami körömnyomdázás névre hallgat, ez már önmagában nagyon izgalmas, szerintem végignézni is az lesz, hogy hogyan készül ezzel a minta. Dorka is segít nekünk, hogy megnézzük, milyen szép mintákat lehet egy koszorús lány körmére festeni, illetve nyomdázni. Andikám, van valami jó ötleted? Hát én arra gondoltam, hogy hoztam a lányoknak egy-két nyomdalemezt, és készítsünk egy jó kis nyomdát a körmükre. Na csajok, akkor választhatok magatoknak egy-egy mintát, ami tetszik, és jó lehet az esküvőre. Én ezt a szívecskéset választottam. Én pedig ezt a tartását. Akkor is készítünk a körmöteknek egy fehér alapot, mert azon sokkal jobban mutat majd a minta. És most én jövök. Otthon is meg lehet csinálni, mert meg lehet rendelni ezeket az alapanyagokat, meg ezt a nyomdát is. Oda nézd, de szép! Ez de klassz! A fehéren is nagyon jól mutat, de a rózsaszínen is. Na lányok, most próbáljuk ki, hogy hogy néztek ki fátyolban, mert mostanában az a divat, hogy a koszorús lányoknak is van ilyen pici fátyla. Na próbáljátok fel! Úristen, mint két ilyen burkás, csak fehér burka! Hűha, jó sűrű fátyol, hello! Ez Halloweenkor is jól jön majd, csajok! Majd eldobhatom? Milyen szép csokrotok van, lányok! Ki akarjátok majd próbálni, hogy milyen eldobni a csokrot? Aha. Hát eldobhatjátok most, de most kipróbálunk még egy érdekes dolgot.
Amikor kijön az ifjú pár a templomból, vagy a házasságkötő teremből, akkor is szórnak rájuk, hogy szerencséjük legyen. Na, kipróbáljuk, lányok, hogy ez milyen érzés? Na, akkor gyerünk. Hú, de menő, igaz? Jó, én is. Már el is dobtátok? Ez az, mehet a rizs. Úgy, nagyon jó. Szuper! Mehet a rizs, ez az, szuper! Most már garantálta jó szerencse, meg a sok pénz. Csak ennyi kellett hozzá, egy kis rizs. Oké, köszönöm lányok. Nagyon jó koszorús lányok lesztek. Mollika már bent van a próbafülkében, próbálja a ruhácskákat. Hello, Molly! Hello! Na, milyen ez a ruha, Mollika? Tetszik? Ez kis rózsaszín. Tök helyes egyébként. Kis mezítlábas, strandpapucsos, koszorús lány. Na, jól van, tehát ez az első variáció. Nézzük a többit. Oké, jöhetsz! Gyere, kukucs! Szia, babám! Hú, de csinos vagy! Ez tök szép ez a ruha! Tetszik neked? Ez nagyon csinos! Hát igazából az esküvő színeiben a rózsaszín is benne van, tehát igazából ez a kis ruhácska lehetne is akár, bár elég erős rózsaszín, de ez nagyon-nagyon jól áll neked. Na oké, van még egy variáció? Van még egy kis halvány sárga? Nézzük meg azt is. Oké, jöhetsz, drágám. Hello, kukucs, na milyen a ruha? De szép vagy! Hát ez nagyon szép! Bár ez sárga, de nagyon csinos. Neked hogy tetszik? Neked tetszik. Tetszik? Jaj, szerintem is nagyon édes. Szóval kérünk benneteket, hogy ebből a három ruhácskából szavazzatok az egyikre, hogy nektek melyik tetszik a legjobban, szerintetek Mollikának melyiket kellene felvennie koszorús lányként. Most pedig térjünk át a fülbevaló témájára. Kétféle fülbevaló is van, ami szóba jöhet, az egyik rózsaszín, a másik fehér. Kérünk benneteket, hogy szavazzatok, hogy nektek személy szerint melyik tetszik jobban. Ezeket a fülbevalókat is egy nagyon kedves barátunk készítette, horgolással. Tehát itt a fehér színű, ez is nagyon szép. Ez pedig a rózsaszínű, ez is nagyon szép. Most pedig akkor nézzük Mollika haját. Kitalált kétféle hajviseletet, amit szeretne, illetve mind a kettő tetszik neki. Ebben is a ti segítségeteket fogjuk kérni, hogy szavazzátok meg, hogy szerintetek melyik lenne jobb, neki mind a kettő nagyon tetszik. Na nézzük akkor először azt a hajfonást, ami egy picit egyszerűbb. Kell hozzá egy cof, ide Mollika feje tetejére, és itt hátul, ide hátra fogom készíteni a kis fejére a hajfonatot, de majd mindjárt akkor mutatjuk is, hogy ez pontosan hogy készül. Szóval ez lesz az első frizura. Először Mollika haját két részre osztjuk. Így, ezt a felső részét felgumizzuk, az alsó részét pedig be fogom fonni innen alulról indulva. Íme tehát itt van ez a kis hajfonat, amit most készítettem, és itt van a másik cof itt elől. Ezt a kettőt fogom most így összedolgozni, így, hogy ebből egy cof legyen. Most pedig, hogy eltűnjön innen a gumi, egy hajtincset leválasztok, és körbeveszem vele a gumit. Most, hogy elkészült a hajfonat, itt van fönt ugye a kis coffocska. Most feldíszítem csodaszép virágokkal. Ez az első frizura, elkészült, szerintem nagyon-nagyon szép lett. Mutatjuk a következő frizurát, és akkor szavazzatok, legyetek szívesek, hogy ez legyen, vagy az legyen.
itt a feje tetején, ugye, kötöttünk egy coffot, és ehhez kell még majd egy hajfánk, amit ide ráhúzunk erre a coffra, és akkor ezt a hajfánkot a saját hajával fogom én körbe fonni. Na, különben erre én is kíváncsi leszek, hogy ez sikerülni fog-e. Hát, csináltunk már ilyet egy párszor, de pont ilyet még nem. Innen alulról leválasztunk egy tincset, ezzel kezdjük majd a fonást, és a többit vele húzzuk a hajfánkba. A hajat szépen ráigazgatjuk körben a fánkra. Megkeressük ezt az alsó kis tincsecskét. Ezt két részre osztjuk. Majd hozzáveszünk mindig ebből a fenti hajból egyet, egy tincset, és elkezdjük a fonást. A fent lévő hajból minden fonásnál hozzáveszünk egy kis tincsecskét. Így ide, és folytatjuk itt lent a fonást. Ez a hajfonat majd körbeér a fánk alatt. Hát így néz ki a kézkontyocska fölülről. Itt van körben ez a kis hajfonat, amit csináltam. Most azzal egészítem ki ezt a kis búbocskát, hogy ide alulra tűzök virágokat. Hát íme a kész frizura, nagyon szép, fordulj meg, Mollika! Akkor kérlek benneteket, szavazzatok, hogy melyik legyen szerintetek, melyik a jobb, az előző, vagy ez. Hát végére értünk a válogatásnak, megnéztük a ruhácskákat, a hajakat megnéztük, aztán a körömdíszítést is, hogyha gondoljátok, akkor mondjátok meg a véleményeteket, hogy nektek melyik körömdíszítés tetszett a legjobban, mert ugye ez az esküvő majd csak hetek múlva lesz, tehát addig még ráérünk váltogatni, próbálgatni a mintákat, a ruhákat is, és a hajviseleteket. De minden esetre nekünk nagy segítség lenne, hogyha ti megmondanátok a véleményeteket, hogy nektek melyik tetszett. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok.